Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mezőtóri Református Egyházközség Szendi Pál idősebb otthonában, a családi napunkon. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben a Mezőtóri Református Egyházközség presbitériumának tagjait. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű Kisforró Éva lelkészasszony. Lelkészasszony július 1-ével kezdi szolgálatát az intézményünkben, de már a mai nap is megtisztel minket jelenlétével és szolgálatával. Külön köszöntjük kedves férjét is, Kisforró Attilát. És természetesen nagyon nagy szeretettel köszöntöm minden kedves lakónkat, hozzátartozónkat, régi szomszédokat, kedves ismerősöket, és természetesen minden kedves munkatársamat is. Felkérem nagy tiszteletű Kisforró Éva lelkészasszony igei köszöntése megtartására. Áldás, békesség! Isteni az üdvözlés! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 167. dicséretünk első versét énekeljük. A 167. dicséretünk első versei kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr, nagy csoda dolgot minden. Már anya ölben is volt mindig gondjárán, a sok jót fejjel áll, ki sem mondhatja szán. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk! Köszönjük neked, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk, örvendezhetünk, vigadozhatunk, jó szívvel, jó lélekkel, szeretettel körülvéve járulhatunk most elég. Légy áldott ezért, mennyei édesatyánk, ezért a csodálatos ajándékért. Légy áldott a szervezőkért, a jelenlévőkért. Légy áldott azért, mert Te vagy minden jónak a forrása. Kérünk, Atyánk, Istenünk, hogy szent igéddel és üdítsd most fel lelkünket. Szólj hozzánk igédben, szent lelkedet áraszt ki ránk, hogy méltóképpen tudjunk hálát adni neked. Krisztus Jézusért, a mi Úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Istenek igéjét hirdetem itt a családi napon Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 9. rész 15. verséből. Így szól hozzánk tehát a mi Úrunk Istenünk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 9. rész 15. verséből. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékaiért. Kedves testvére, örömteli nap ez mindannyiunk számára. Örömteli nekünk, a családunknak, hogy itt lehetünk Mezőtúron, hogy ide rendelt bennünket az Úristen, és itt szolgálhatunk. Örömteli azoknak, akik itt vannak, hiszen együtt vannak családok, együtt tölthetik ezt a napot, szépen, örömben, beszélgetve, ünnepelve, együtt eltölteni egy szép ebédet, amire talán
már régen volt lehetőség. Örömteli dolgok. Nap mint nap számtalan örömteli dolog vesz bennünket körül, amit észre sem veszünk, és talán ilyenkor, amikor kicsit ünnepelünk, veszük észre, hogy milyen jó, hogy van nekünk egy mennyei édesatyánk, aki gondoskodik rólunk. Milyen jó, hogy van nekünk egy édesatyánk, aki elrendeli ezeket az időket, elrendeli ezeket a napokat, aki alkalmat ad számunkra, hogy ilyen csodálatos dolgok végbe mehessenek a mi életünkben is. Mert jó együtt lenni, jó megérezni a szeretetet, jó megérezni azt, hogy vannak hozzátartozóink, van családunk, vannak, akiket az Úristen mellénk rendelt, és igen, talán van kire emlékeznünk, aki már nem lehet közöttünk. Milyen jó, hogy a mi atyánk így gondoskodik rólunk. Csodálatos dolog ez, és Istentől van. Az ő kegyelméből. Ő mondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok neki segítő társat, hozzáillőt. A család alapjait az Úristen vetette meg, még a teremtéskor. És milyen jó, hogy így gondolta. Hogy nem magányosnak teremtett bennünket, hanem szeretetre vágyónak, és szeretetet adónak. Hála legyen ezért is. Ez is az ő kibeszélhetetlen ajándéka. Ember fel nem foghat, meg nem érthet. Valahogy ott van a lelkünkben, a szívünkben, és igyekszünk ezt továbbadni. Az, hogy együtt lehetünk, az ő csodálatos munkája. Amiben felhasznált nagyon sok embert, akik itt dolgoztak, nem csak ma reggeltől, hanem már napok óta, hetek óta készültek, hogy ez a nap tökéletes lehessen. Az Úristen fáradozása volt ez is rajtuk keresztül. Az ő bölcsessége hívta létre ezt a napot. Hála legyen ezért is. És amiről leginkább szól Istennek igéje, az az ő megváltása és szeretete. Mert ő nem csak ebben a földi létben akar ünnepelni, velünk együtt, hanem az örökké valóságban is. Van egy példázata Jézus Krisztusnak, amely arról szól, hogy egy nagy vacsorára hívogatnak mindenkit. És ezt tudjuk, hogy a mennyek országáról szól ez a nagy vacsora. Oda hívogatnak mindenkit ünnepelni, az Úristen asztalához. És igen, ez az Isten kegyelme és ajándéka, hogy ahhoz az asztalhoz is meghívót kapunk. Mert ő nem csak ebben a földi létben akar velünk járni, nem csak ebben a földi létben akar jó atyánk lenni, hanem az örökké valóságban is azt szeretné, hogy vele együtt legyünk. Az az ország, a mennyek országa az ő ajándéka számunkra. Kibeszélhetetlen, kimondhatatlan ajándék, mely megfizethetetlen. Ennek értéke minden emberi értelmet felülhalad, melyről mi nem tudunk rendelkezni, mi nem tudjuk megszerezni, mi csak elfogadni tudjuk, mint csodálatos ajándékot. Érezzük meg mindennek a jóságát és szépségét. Érezzük meg és tegyük magunkévá az örömöt, a szeretetet, amelyet a mi Istenünk nekünk akar adni. És igen, fogadjuk el azt a belépőjegyet a mennyek országába is. Ez a legcsodálatosabb és legnagyobb ajándék, amit tőle kaphattunk. Gyertek, ezért imádkozzunk, és valóban szívből adjunk hálát a mi Úrunknak, Istenünknek. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy te fáradoztál azon, örökkévaló bölcsességeddel elrendelted, hogy kell egy ilyen nap. Szükséges ez mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy úgy rendezted életünket, úgy rendezted dolgainkat, hogy itt tudjunk lenni. Együtt tudjunk lenni szeretteinkkel és veled. Légy ezért áldott, édesatyánk. Köszönjük, hogy erőt, egészséget adtál. Köszönjük, hogy alkalmat adtál rá, hogy itt ülhessünk. És együtt hálát adhassunk neked.
dicsérünk Urunk örök életünkért, magasztalunk Szent Fiadért, abban azért a szeretetért, amit ő benne megmutattál nekünk. Köszönjük megváltásunkat, köszönjük örök életünket, köszönjük a meghívót a nagy vacsorára, hogy veled együtt örvendezzünk és vigadjunk, nem csak itt, a földi létben, hanem az örökké valóságban is. Imádkozunk, Atyánk Istenünk, az elesettekért, imádkozunk a magányosakért, imádkozunk a megfáradtakért, a betegekért, imádkozunk a szenvedőkért, eléd visszük őket is, Urunk, mert tudjuk, hogy nálad vannak jó helyen. Te tudsz gyógymódot adni az ő fájdalmaikra, te tudod enyhíteni szenvedéseiket, te vagy az, aki be tudod tölteni magányukat, el tudod mulasztani azt. Kérünk, Urunk Istenünk, így oltalmazd bennünket, a te kegyelmességed szerint. Viselj gondot továbbra is rólunk úgy, ahogyan te szeretnéd azt. Taníts bennünket a te utaidon járni. Krisztus Jézusért, ami megváltunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek szent népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rejátok, és adjon ti néktek békességet. Köszönjük nagy tiszteletű Kisforró Éva lelkészasszony igei köszöntését. A családi nap célja, hogy lakóink családtagjaikkal, kedves régi ismerősökkel eltölthessenek egy kellemes napot, valamint hogy a hozzátartozók megismerhessék az intézmény egy napját, hiszen az itt élők számára már ez jelenti az otthon, a meleg családi részhez. Mindenki emlékszik még arra a napra, amikor először lépte át ennek az épületnek az ajtaján. Az ismeretlentől való félelem, az újtól való tartás, az aggodalom, hogy vajon jó lesz-e itt, mindenkiben benne él. De az idő, folyamatos megerősítés, a hit, azt gondolom, hogy bebizonyította, hogy itt a Szenti Pál református idősebb otthonában is tényleges otthonra és biztonságra talál minden élő. A Szenti Pál református idősebb otthonának nem csak a gondozás biztosítása a feladata, hanem az is, hogy a tárgyi feltételek is adottak legyenek a nyugodt és békés élethez, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a karbantartásra, a felújításra, hiszen egy szép környezetben jobb hangulatban felnek a mindennapok is. Hamarosan felújításra kerül az udvaron található kerti tér, hogy egy kellemes nyáresti séta folyamán a megpihenni vágyó lakóink gyönyörgethessenek benne. A színvonalas gondozás, ápolás következtében a mentális hanyatlás kísérletetése is alapvető célunk. Igyekszünk részt venni a kulturális és sporteseményeken is. Ebben az évben a szépkorú, de ifjú szívű lakók kulturális és sporteseményén vesznek részt lakóink, mégpedig Jászárok szálláson július 10-én, hogy intézményünk és városunk jó hírre lépjék. Az idei évre tervezett kirándulások egyikén szeretnék meglátogatni Karcagon a tanösvényt, amelynek nagyon szép része a lombkorona sétány is.
Városunk közelében található két kun pedig az Almási kastélyt látogatjuk meg, még ebben az évben. A mezőkori református egyházközség idősek otthonában összesen 231 főt látunk el. A Bíró Kálmánné Bakos Ilona idősek otthonában, mely mezőtúron a Szolnoki út 18 szám alatt található, 145 férőhelyen idősek ápoló-gondozó otthoni részlege, 20 férőhelyen nem rehabilitálható mozgássérültek részlege, és 2x8 férőhelyen pedig szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona található. A Szent Iván idősek otthonában 50 férőhelyen látunk el időseket, valamint itt található intézményünk alapellátási egysége, amelyen belül étkeztetést, házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást biztosítunk közel 80 fő részére. Szeretném megköszönni a fenntartó mezőtúri református egyházközség egész éves munkáját és a tisztelt presbitérium bölcs és segítő támogatását. Szeretném kiemelni lelkész elnök úr, nagy tiszteletű Mihalina László és főgondokasszony Nagyné Bányai Mária lelkiismeretes egész éves munkáját. Köszönöm továbbá dr. Ecseki Terézia háziorvos gyógyító tevékenységét, amelyet nagy gonddal végez lakóik irányában. Szeretném köszönetemet kifejezni Mezőtúrváros vezetésének, Herceg Zsolt polgármester úrnak az egész éves segítő együttműködését is. Kedves lakóink, kedves vendégek! Nem tagadhatjuk, hogy a családnak, mint mikroközösségnek különleges nagy szerepe van életünknek, fontossága felbecsülhetetlen. Köszönöm, hogy ma is eljöttek hozzánk, és ezt a napot együtt tölthetjük. Természetesen, mint én, mint kollégáim szívesen állnak az önök rendelkezésére, esetleges kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal. Kívánok önöknek a mai napra kellemes együttlétet, és nagyon szép napot! Beszédemet egy nagyon kedves idézettel szeretném zárni, amelyet itt találtam ezen a kis pulpituson, hiszen minden egyes alkalommal, amikor nálunk rendezvény van az intézményben, a kedves lakóink gondoskodnak arról, hogy amikor ideálunk, akár lelkészek, akár én, mindig egy kedves kis borítóval várít bennünket, amelyen egy gyönyörű rajz található, és egy nagyon kedves idézet, minden egyes alkalommal. Ezzel a nagyon szép idézettel szeretném zárni soraimat. Találjon rád Isten áldása minden új napon, angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz. A menny világossága ragyogjon rád, és töltse meg dallal a szívedet. Találjon rád Isten áldása minden új napon. Varga Gyöngyi idézete volt ez. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy megtetted. Most pedig szeretném felkérni Major Tardi Karina kolléganőmet, hogy konferálja fel lakói kedves műsorát. Először is köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, hiszen a kis csapattal és azokkal, akik imádságban gondoltak ránk, segítettek minket bármilyen formában, nagy izgalommal készültünk a mai napra. Reméljük, hogy a műsorunk alatt nem tetszenek ezeket az izgalmakat átélni, és tényleg szépen sikerül minden, ha bár úgy tűnik, hogy a mai napon a technika nem mindig a mi javunkat akarja szolgálni. Először Csepcsényi Jánosné, Elzsike néni mondja el Páskudné Kovács Elzsébet a Híd című versét. Utána pedig egy kedves énekünk fog következni, amely úgy kezdődik, hogy Isten visz majd tovább. Utána pedig Mikes Bálintné Magdi néni mondja majd el dr. Keresztes Károly versét, Állj meg itt egy percre címmel,
Majd egy kis technikai szünet után egy kis táncos meglepetés fog következni. De ameddig a táncos meglepetésre elkészülünk, addig újra Elsikeni Csacsinyi Jánosné fogja elmondani Ady Endre a Duna vallomása című versét. Fogadják a következő kis időt szeretettel, olyan szeretettel, ahogy mi szántuk. A hit Kovács Erzsébetnek a verse. Az élet gondjai sokszor nagyra nőnek. Ma te, holnap én hordozom, de sose feledd el. Isten szeme néz rád szeretettel, túl a gondokon. Nyomorúságra születik az ember, a próbák útja ez a földi út. De él az Isten, s nem hagy magunkat, a küzdésben segítő kezet nyújt. Lanka tart, elnézést, egy picit én is kapcsolom. Lanka tart sokszor, de elhagyott nem lehet soha. Csak az számivaló, akinek nincs hite, nincs bizodalma, nincsen Krisztusa. Csak ott van télelem, ahol nem él a hit, s az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog az, kinek a próbákban bizodalma, egyedül az Úr. Lehetséges minden a hívőnek. Nagyobb ígéretet ember nem kapott. Ez megoldott voltat, megoldja a jelent, s megoldja mindig a holnapot. Állj meg itt egy percre, ha megállsz, megpihensz,
meglátod, megérted. Ha eddig nem voltál, de most itt megálltál, pihenj, ülj a padra, a szép Kossuth téren. A történelmi helyett régi épületek, templomok, iskolák üdvözölnek téged. A színes szökőkút, lázzenéje mellett, régi és új élmény érinti meg szíved. Mert ez a szép város mindig szeret téged, régi utcáival, őrzött szépségűvel. És itt a sok diák, kik vidáman jönnek az ifjúságukkal felé integetnek. Lám, a túri tornyok hívogatnak téged. Ha felnézel rájuk, szabad lesz a lelked. Itt van a Berettyó, most csendes a partja. Sok szép ifjú emlék újra éled rajta. A ligetben pedig most is sétálnak még, a tópartján újra megérint az emlék. Mindezért érdemes itt túlra megállni, a rohanó világ zaját elfeledni, megismerni újat, őrizni, mint régi. Állj meg itt egy percre, meglátod, megéri. A Duna vallomása. Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunán, ez a huncut róka. Mikről talán sose álmodott az ősi ballam tizek óta, ez a közönös Európa. Megloptam a vén Iszter titkait, titkajott az árnyas Dunának, magyar földön, a ravasz a vénkúja, hisz látott ő búzsabb csodákat. De akkor pletyka kedve támadt, vallott nekem. Nem is tudom, mikor. Tavasz volt, s ő csacska része, táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt. Budapestre figymárva nézett, s kúnyos nótákat figyelézett. Talán Szent Martit híres szigetén állott velem részegen szóban, ma is félnek kalimpál a szívem, s haj, régen késik-e nóta. Ugye, Iszter, vén, folyam róka. Nagy, komoly lett akkor a vénduna. Torkán hűlt vagy, tavaszi kedve, olyan volt, mint az iszákos zseng. Alig mert nézni a szemembe. S én vallattam keményen egyre. No, vén forhely. Láttál, egy-két csodát, mióta ezt a tájat mossa, sápat vizet, árnyas, szörnyű vizet, mely az öreg árnyakat hozza, gyónyán nekem vén, falu rossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ, eredendő bűn, lanyha vétek, hideglelés, vergődés, könyv, acály. A Dunaparton sose éltek boldog, erős, kacagó népek. Sarkmormolással kezdte a mesét a vén Duna. Igaz az átok, mit már sokan sejtünk, ó, mint igaz, mióta ő zúgva kivágott boldog népet,
itt sose látott. A Dunatáj bús, villámhárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára készült szégyen kaloda, ahol a szárnyakat lenyesték, és ahol halottasakat esték. Sose lesz másként, így rendeltetett, mormolta a Vénduna habja, s boldogtalan kis országok között kinyújtózott a vén mi haszna, s elrohant tőlem, kacagva.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük a kolléganőnek, Major Tardi Karinának és lakóinknak ezt a nagyon vidám, nagyon jó hangulatú, nagyon kedves műsort. Gratulálok nekik, és köszönjük ezt a sok-sok felkészítést, amit felkészülést, amit időt, energiát erre ők rászántak, és nagyon gratulálok, mert nagyon-nagyon jól sikerült. Úgyhogy azt gondolom, még egy óriási